A vetések számára kedvező volt a hosszú ősz, amelyhez főleg október második felétől kiadós csapadék is párosult. A sok eső helyenként már megállt a földeken. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint az idei esztendőben lehullott csapadék mennyisége már november végén több volt, mint a sok éves átlag. Hozzátették, fel kell készülni a jövő szélsőségesen száraz időszakaira is, ezért fontos az őszi-téli csapadék mennyiség egy részét helyben tartani. A vízügyi álláspontja szerint a legnagyobb és legjobb víztározó a talaj, ezért a belvízet nem vezetik el azonnal a területekről, hanem időt hagynak a természetes beszivárgásra. Kocsis János, bátai családi gazda elmondása szerint a vízzel telítettség miatt tömörödött talaj keletkezik, ez a jövő évben befolyásolhatja az átlagtermést. Annyit látunk, hogy körülötte, hogy meddig van fizikailag víz a talaj felszínen, nem látjuk azt, hogy hol lehet kikerülni, hogy meddig van fölázom, mert lehet, hogy 50 méterrel arrébb, még hogyha bemennénk mondjuk most személyautóval, lehet, hogy úgy kéne kiásni markolva. Nem lehet tudni, hogy hol a széle a vízzel terített sávoknak, mert ahol megáll, ott valószínű, hogy az a rész az egy 20-30 centivel laposabb, mint a körülött a felső rész. De valószínű, hogy például itt ezen a területen, tőle egy 50 méterig még meg se lehet közelíteni. Szerintem gyalogosan se. A gazda szerint a belvíz elleni védekezés alapvetően a vízügy feladata. Elmondta, sokat segítene az is, ha a gazdálkodók saját területeiken karbantartanák tartanák az árkokat, ezzel is hozzájárulva a víz lefolyásához. sok helyen a nyári időszakban, meg amikor asszály van, mint az elmúlt két évben, hogy szárasság van. Ezeket a belvizes szituációkat elfelejtik, és sok esetben előfordul az, hogy mondjuk egy munka, munkát végző munkagépnek a szélső tag, a tagjai, azok az árok szelvény fölött mennek, tehát nem hagynak el semmennyi felületet, hanem inkább még beledobatják a földet az ároknak a szelvényébe, ezzel is a akadályt képezve a esetleges lefolyó víznek. Kocsis János hozzátette, a talajművelés is összefügg a belvízek megjelenésével, ennek érdekében korszerűsíteni kell az eszközöket, például az ekeparkokat. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a termőföldeket érintő helyzetről folyamatosan egyeztetnek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakembereivel.